Szervusztok, kedves nézőim! Hello, kedves YouTube! A mostani bemutató a videokártyák és azoknak illesztő driver problémákról lesz nagy baszó. Az igazi nagy és súlyos probléma az, hogy ez nem Windows. Tehát ide a videokártyára se kellene alapvetően driver illesztő programot keresni. Azonban a nagyobb, nem a mennyiségi oldalon, hanem a minőségi oldalon lévő videokártyák talán kicsit drágábbak, cserébe a teljesítményük is máshogy mérendő. Ezért jó lenne, hogyha elindulna már végre, mert hogy a Linuxban csak egy alapértelmezett videokártya indul el, és ez... Hát ez nem pálya. Úgyhogy tettek olyan javaslatukat nekem, amitől így égnek át a hajam, mert baromi szépen néztem ki tőle. Az egyes számú javaslat az volt, hogy miért nem próbálom meg a Linuxban, van ilyen, hogy zárt illesztő program, ez a GLMRC, tudom én, hogy hívják. Ez itt a rendszerbeállításoknak a menüje. A rendszerbeállításoknál sajnálom a minőség nem lesz jobb. A további illesztő programok kikeresgélése után megjelenik a zárt illesztő programok csoportja, ez kettő lesz. Legalábbis remélem, még idén. Na végre, igen. Tehát van olyan, hogy zárt ATI AMD FGLX grafika illesztő program, és a másik, az alsó, az az ATI AMD szabadalmaztatott FGLX grafikus illesztő program kiadás utáni frissítések. Tehát elméletileg a felsőt föltelepíted, utána az alsóval lefrissíted, és kész. Na ez nem működik. És hogyha valami fontos dolog is van itt a gépeden, soha ne telepítsd. Vége az egész rendszerednek, és a belépés után már nem éred el se a fájljaidat, se a videóidat, semmi, de így fél térdre esik a rendszer, szóval ne. Azonban én telepítettem egy próba Linuxot, ez az, amit most itt láttuk, ez egy próba Linux, tehát bármilyen baja lesz, szarok rá, nem fontos, nincs rajta semmi. Úgyhogy ezt le is szedjük. Tudom, hogy nem működik a dolog, azért nem indítom el. A javaslat, ami jött, az a következő. Az ati.amd.com oldalán van egy olyan, hogy Linuxos driver. Ez király. A Linuxos driver az azt jelenti, hogy fogod, ugyanúgy, mint a Windowsos driver lenne, letöltöd ahhoz tartozó katalisztot, és kész. Na lássuk a... Nem, ez a Facebook. Menjünk kicsit vissza. ati.amd.com. Szóval az AMD weblapján van egy olyan, hogy support és driverek. Kategória választásnál a desktop graphics, product line-nál a HD sorozat, 6000-es sorozat, és itt legalul van egy olyan, hogy Linux 32 bites operációs rendszer, mint Linux 32, és kidob egy olyan találatot nekünk, hogy ATI Catalyst 1210 Linux x86 display driver. Nagyjából 100-as megabyte a mérete, és rá lehet nyomni a download linkre. Nem javaslom. Ugye le kell tölteni, de kísérjük meg egy másik weblapról, mert ez halál. Ez nem akar letölteni, másfél év van hátra, mindegy. Letöltöd onnan, letöltöd máshonnan, teljesen mindegy, nevezd át. Ha átnevezted, mondjuk arra, hogy ati.run. A probléma megint az, hogy run a vége. Azért elő kell venni a Terminátort, előveszik a Terminátort, gyengébbek kedvére ugye ez a Terminál, és beírjuk azt, hogy CD, nagybetűvel asztal, Enter. Belépünk az asztalra, tehát erre a felületre itt, ugyanis ezt a fájlt, amit itt látunk, ezt az ati.run-t, ezt az asztalon helyeztük el. Ezért megyünk be, úgyhogy CD, nagybetűvel asztal, Enter. Bemegyünk az asztalba, a következő parancsor, ugye a TeamSpeak 3 telepítéshez hasonlóan sh-ati.run. A gyakoroltabbak úgyis elnevezhetik, hogy a.run, tehát teljesen mindegy, ez csak a példa. ati.run, Enter. Jó, megjelenik egy ilyen másik mappa, lassan elkezdi kicsomagolni, ilyen mindenféle pontokkal jelzi, hogy hogy halad, és hát a rendszer jelszó beírása után megjelenik majd mindjárt egy másik ablak. Ezt megvárjuk, mert nem tudom, hogy hol lesz. Itt van, mi? Megjelent ez a másik. Install driver 9002x vagy later.
Szerintem a felső. De egyébként most csinálom először, úgyhogy lövésem nincs, hogy merre kéne haladni. End User License Agreement. Te, én elfogadok, mindent elfogadok. Teljesen automata telepítést kérünk. Mert a Customra majd később térünk rá. Hát na, nem megy ez lassan. Kernel, Post Processing Kernel, Total Progress. Hát szépen halad. Talán az alsó csík egy kicsit megállt, ez a Total Progress. Itt a mégse gomb van, itt alul, hogy cancel. Ez itt nem akar befejeződni. Hát várunk egy kicsit, hát ha csoda történik. Addig cserélek egy hátteret, hogy mégis stílszerű legyek. Jó? Mert ha stílszerű leszek, akkor mégiscsak egy attirédonos logó, ugye? Dual képernyésben. De figyelj már, ez nem akar itt tovább menni. Ne nagyon kérdezzek ilyet? Na végre! Na mindegy, szóval kész van. Az Ati Catalyst driver telepítés készen van. A log file-t megtekintheted itt. Hát ezt kicsit leszarom. Exit. Jó. Kérdés. Actions taken by AMD Catalyst provided driver requires reboot. Semmi bajom nincsen. Kell hozzá egy restart. Akkor indíjad újra, haver. Mondanám, ettől a display driver-től, mint Catalyst, azt várjuk, amit a Windows-ba megszokhattunk. Ez egy test Linux. Bármi baja van, elszállhat, leszarom. Ez egy tartalék vinyóra képzett ilyen próba Linux. Ezekkel lehet próbálgatni, hogy ez megy, ez nem megy. Az igazi nagy rendszeren semmilyen baj nem keletkezik, hogyha a próba Linuxot vered szét ilyen próba jelleggel. Hát majd most meglátjuk, hogy hogyan fog működni, és a Catalyst működik, nem működik, segít, nem segít. Hát, majd meglátjuk. Vannak játékok, ugye ingyenesen letölthető, ilyen Quake 3 Engine-nál, meg ilyesmi, autóverseny, meg hasonlók, hát majd meglátjuk, hogy fog muzsikálni. Jelenleg újraindul egyébként a rendszer, azt várjuk, hogy végre fölálljon. Na. Ja. Beírjuk ezt a nagyon bonyolult rendszerjelszót, és ott várjuk a hatást. Hatás van? Hatás? Nem akar jönni a hatás. Ugye azok az emberkék, akik megszokták a Windows-ba azt, hogy az óra mellett egyből ott van az ATI ikon, a vírusírtó meg a tűzfal ikon mellett, itt nincsen. Ha valamit el akarsz érni, akkor dash. Ugye mondanom se kell, ez a bal felső sarok. És ide kell beírni azt, hogy Catalyst. És van olyan, hogy sima Control Center, meg adminisztrátori. Nyomjuk meg az admint, mert nem tudom, hogy ez micsoda. Mindegy, beírjuk a jelszót. Meg egy tükrözés van megint, ezt nem értem. Na. Jaj, de szép nagybetűk. Az AMD Catalyst Center üdvözli Önt. Hello! Válaszom böngészőt, nem választok. De egyébként ez a rész kezd egy kicsit hasonlítani ahhoz, amit a Windows-ban már nagyon is, hogy megszokhattunk. Tehát, hogy mondjam... Hát, haver... Semmi extrát nem látok, eltekintve attól, hogy... Ugye nekem van két kijelzőm, az egyes kijelző, meg a kettes kijelző. Ez a hülyén néz ki nagyon, mert a Linux-ba is be lehet állítani egy egyes kijelző, meg kettes kijelző. Na mindegy, szóval több kijelző van, és hát klónozott kijelzőn azt felejtsd el, haver. Ez így viszont már nyerő. Most ezt nem értem, hogy miért mutatja kisebbnek az egyiket. Te hülye vagy már? Na haragudjál már meg. Nem akarok hülyeséget kérdezni, de most állítottam be, hogy egyes meg kettes. Nem baj ez a dolog? Na mindegy, menjünk vissza. Van nekem egy olyan kijelző beállítások itt benne az Ubuntu-ba. Hát nem tudom, valahogy ez így egyszerűbbnek tűnik. Ó, hát itt a hiba.
A kért virtuális méret nem illeszkedik az előző méretre, mert a maximum 1680x1680. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! De most nem mondod komolyan, hogy föltettem a katalisztot és megszűnt a második képernyő? Mert akkor hülyét kapok szerintem, de hogy teljesen. Úgy komolyan teljesen hülyét fog kapni. Na mindegy, megpróbáljuk még egyszer. Ugye az admin jelszó beírása után... Jaj... Klónozott kijelzőkből 2. Több kijelző, igen, alkalmaz. Oké. Újra kell indítani a rendszert annak érdekében, beállításokat alkalmazza. Te viccelsz? Te most viccelsz, mi? Ez hülye. Megnyomod azt, hogy a csatlakoztatott kijelzők érzékelés, és beugrik olyan, hogy 1. Ezt nem igazán értem, hogy őszinte legyek. Na mindegy. Oké. Újraindítjuk a rendszert. Ha újraindítottuk a rendszert, akkor utána már egymás mellett kéne lássam a két képet. Még úgy se zavar, hogyha megszűnik a két kijelzőm, mert ez nem nagyon tetszik. Na erre való a teszt, ugye? Azért előkerült valami vicces dolog, ezt azért megmutatom. Oh yeah! Ez egy Windows 98 SE, turbó nélkül. De a turbót azt rá lehet tenni utólag is. Nem egy egyszerű mutatvány. Majd egyszer ezt is, mint retro teszt, majd kipróbáljuk. Igen, vicces. Az igazi probléma az az, hogy miután föltettem a katalisztot, megszűnt a dual monitoring. Pedig a dual monitornak nagyon sok előnye van. És hát nem értem, hogy... Nem értem, hogy miért kell ilyen banánhéjon elcsúszni. Mert szó szerint, szerintem ez egy banánhéj. Viszont így már valami. Ez már kinéz valahogy. A login átmászik egyik kijelzőről a másikra, ahol éppen az egérkurzor van. A másikon meg egy Ubuntu logó. Ez már valami. Ez így már egész jól néz ki. Úgy látszik, ez az újraindítás dolog, az azért használt neki egy hangyányit. Na nézzük. Azért van rossz hír. Ez még mindig klónozott munkaterület, haver. Nem tudom, csak a bejelentkezésre igaz az egymás melletti monitorok dolga, vagy nem értem ezt a dolgot. Kataliszt. Most a dashbe keresem a katalisztot. Igen. Beírjuk az admin jelszót. Nagyon fontos dolgokat beállítom, utána már nem fogok ide jönni, mert kezd egy kicsit idegesíteni a dolog. Szóval adatok. Igen, itt látjuk, hogy 6000-es szériájú, 830 Hz, magóraja, stb. Kijelző választó gomb. Te haver, ezzel nem megyek semmire. Válaszol színcsatornát, kijelzőkezelő, digitális monitor 1-2, HDTV-n vagy nem HDTV-n. Mindenféle hülyeség. Jaj, menj meg. Méretezési beállítás, méretezési felülbírálás. Ezek ilyen tiszta alapdolgok, komolyan. Egyébként meg ide van írva, hogy 75 Hz a frissítése, és csak 60 Hz-et tud a monitor, szóval... Ez ilyen vicces dolog, ahogy látom. Szaggatásmentesség... De hiszen itt van ezé, a V-Sync. Katalisztai kikapcsolva, ez kurvára nem kell egyébként. Vonalsimítás. Jó van, tudom, hogy mit jelent a vonalsimítás. Vonalsimítás módja, további beállítások, vertical sync, igen. Környezetérzékeny sugó nincs, összes figyelmeztetés engedélyezés nincs, minden AMD értesítés engedélyezése, hát mondjuk ezek nem nagyon kellenek. Jó, a kijelző kezelővel az a problémám, hogy nem hajlandó nem tükrözni, hanem több kijelzős asztalt csinálni, úgy, ahogy itt látjuk a képen, csak egyszerűbben. Rányomok arra, hogy alkalmazás, igen. Ó. Oh. Bocsánat. Ne, nem erre számítottam. Azt hittem, hogy még mindig ugyanilyen szar.
Ez most valahogy jó. Szóval amit látunk, azt helyesen látjuk. Egyes kijelző, kettes kijelző, és ugye a két monitor között az ablakot át lehet húzni. Ez a dual monitoringnak a hatalmas előnye. Úgy néz ki, működik. Úgyhogy, ha akarjátok, használjátok ti is nyugodtan a megmutatott módszerekkel. Egyáltalán nem tűnik nehéznek, rossznak, és nem omlik össze tőle a rendszer. Ne felejtsétek el, hogy az összes frissítést föl kell tenni. Az összeset. Mindet. Ez az, amit most elindítottam, ez nem az adminos, hanem a sima... Ja, a videó itt vége. Vége a videónak, tehát le lehet menni. Sziasztok! Amit most elindítottam, ez nem az admin rész, hanem a sima kataliszt. És nem értem, hogy... Mi a különbség a kettő között? És ez miért szürke? Itt a különbség. Ezzel nem választhatom meg, hogy mi micsoda. Csak az adminnal. Aha. Miért kell az adminnak lenni, hogy a két monitort én tükrözöm, vagy nem tükrözöm? Nem értem. Na mindegy, persze menjünk tovább, vonalsintás jó. Ezek már itt mind jók, ezekkel is semmiben nincsen. Na lássunk egy játékot. Hát majd nem. Na, szoftverközpont. lehet, hogy az általam keresett játék valamilyen hiba miatt nincsen föltelepítve, gyorsan megkeresik, hogy ingyen van, tehát leszarom. Így van, gyors telepítés. Ugye, rendszerjelszó. Még egyszer bocsánatot kérek a minőségért, ez 320x240-es videokamera, egy Sony Ericsson C905-ös, mert a másik készülék, a HD-s az kifeküdt. Tehát be se lehet kapcsolni, tehát ilyen ennyi. Majd jövő héten visszatérünk rá, majd foglalkozom vele egy kicsit később. Mihest megjön a töltője. Itt a titok, nincs itt a töltő, és full le van merülve. Szóval... Elnézést kérek, többet nem fordul elő. Egy kurva kábel kéne, hogy bedugjam az USB-be, vagy hátra, és a telefonnal összekössem, és már tölt is. De hát nincs, na, nincs. Elbasztam, na. Na jó, telepítést megvárjuk, aztán... Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ennek az a lényege, hogy ez egy OpenGL-es játék. Az OpenGL, Az OpenGL-es játékoknak az a lényege, hogy magát a videokártyát használja, nem pedig a processzort. Ha beírod a keresőbe, ugye az Ubuntu Software Központban vagyunk, itt a keresőbe egy OpenGL, azért olvasok föl mindent, mert nem lehet elolvasni a kamera miatt, akkor kidob három darab játékot. Ezt mondjuk kurvára nem értem. Menjünk vissza az elejére. OpenGL. És ha egybe írom, jó. Ezt egybe kell írni, hogy OpenGL, nem külön, te birka. Na mindegy, beírtam azt, hogy OpenGL egybe, és hát van. Van OpenGL-es játék, és a csúszkának, na haver, mi csak itt tartunk. Szóval trackba, aztól kezdve, Open, eddig, úristen, mennyi van. Na jó, szerintem csináljuk azt, hogy van torcs. Sajnos ez egy autóversenyjáték, és nagy, nem fogom tudni letölteni. Na, hogy megértsétek. A Linuxban nincs olyan, hogy DirectX. A videokártya, főleg ez a 6000-es, ez OpenGL-re van ráhegyezve. OpenGL 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, mit tudom én, nagyon nagy mennyiségű és minőségű OpenGL tud kivilágítani, DirectX 11-es, stb. A Linux nem erre való. Tehát a Linuxon egy sima OpenGL 1.0 fut, az összes játék azon keresztül fut, ja és úgy hibátlanul. Tehát ez már a Linuxhoz fölösleges. Közben megnézem, hol tart a
arénánk. Úgy néz ki, hogy kész van. Úgyhogy el is indíjuk. Valami ráment az egérpadra, mindegy. Open Arena. Most teljesen le van halkítva a rendszer, tehát nem nagyon fogunk hallani semmit. Na, beállítás. Rendszer. A Very High Quality az azt jelenti, hogy 1024x68. Ezt soha ne használjátok! 3360x1050. Persze azért megmutatom, csak egy kibaszásból is. Ugye két képernyőnek az összessége. Vágod? Lődözős játék! Hogyha két képernyőt egynek tekintjük, akkor itt lesz a célkereszt, középen. Semmit nem fogsz látni. Kurva nagy hülyeség, mi? Nagyon vicces. Na nézd ide, haver! Ez itt a főmenü. Azért nem látod a szélét, mert ugye a főmenü az csak ilyen széles. Na jó, single. Mit tudom én. Na jó, visszamegyek, valami beállítást kellett volna aktivizálni, mindegy. Csak azt mutatom meg, hogy milyen. Na, ez már itt maga a játék. Tehát szó szerint a két képernyő között van a célkereszt. De ott megy lent valahol, és pont a két képernyő között van, nem látok semmit. Hát gyönyörű a játék, meg minden. Hát a legnagyobb felbontással dolgozik, amivel a játék csak tud. Na jó van, menj a picsába. Ez... Kicsit több, mint nevetséges. A kurva anyát. Na jó, szóval ezt azonnal vissza kell állítani, mert ezt felejtsd el, ez nagyon gáz. Itt van ugye a felbontási lehetőségek. Válasszuk a képernyőnknek legjobban megfelelőt. Ugye ilyenkor kettőbe szakad, mindegy. Mindegy, szóval nagyon szépen fut a játék. Ne felejtsük el, ez egy Quake 3-as játék. Ezt Pentium 3-ra írták. Valószínűleg nem fog neki akkora hatalmas kihívást okozni, hogy a lehető legnagyobb minőségbe fusson. GL Extensions on, High, Trilinear. Te nem tudom, hogy mi az, amit használ. Ja, itt vannak, hogy miket használ. Itt van a lista. GL, AMDX, Debug Output, Blend Minimax Factor, Pinned Memory, Sample Positions, hát van egy jó pár. Igen, köszönjük szépen. Van egy jó pár. Jó, mindegy, szóval szépen fut, meg minden, de I can win. Ez az. Szóval így valamivel jobban látható, mert itt látom a célkeresztet. Ugye most egy pöttynek van bejelölve, de ez most talán teljesen mindegy. Most csak így mutatom, tehát csak a nyilakkal megyek. Nem fog most lőni, mert ahhoz kéne még egy harmadik kéz is, ami ugye nem nagyon van. Nem mondanám, hogy csúnya, vagy akadozna. De azt meg kell jegyeznem, hogy a játék szebb. Tehát mielőtt föl lett volna telepítve a kataliszt, ez nem nézett ki ilyen szépen. Tehát én előtte is játszottam ezzel a játékkal, és hát nem volt ilyen. Ez csúnyább volt. Úgyhogy egyből sokkal szebben néz ki a dolog. Jó. Hát nézd. Nem egy DirectX 11-es játék, ez egy Quake 3 arénához méltó. Na, ezt nagyon elkapkodtam. Szóval egy Quake 3 engine-es játék, ami maga az a Quake 3-hoz már nem méltó. De ahhoz képest, hogy teljesen ingyen van, így el lehet vele lődözni. Na, még a modellek, azt még így megmutatom, aztán kilépek. Player. Most a player modell az értelemszerűen ugyanúgy néz ki, mint a Quake 3-ba. Lehet választani modellt. Hát itt vannak csajok. Kisebb-nagyobb mellekkel. Változó. Hát valamelyik ilyen, valamelyik olyan, valamelyiken még melltartósások van. Van ilyen nyusz is. Van ilyen lekonyuló fülű nyulas, van amelyik ilyen átlátszós, szellemes. Van ilyen green beretes.
nem sok okosság van, mert itt van ilyen gyíkszerű is. Van itt minden, hogy őszinte legyek. Nem hozzak Quake 3 Arena minőségét, ez egy ingyenes játék, szerintem egy hét, két hét, talán egy hónap alatt készületett el. A színek és a modellek minősége, hát erősen hagy kifogásolni valót. Nem egy minőségi játékról van éppen szó. Unnamed Player. Yeah. Mindegy. Maga az Ati Catalyst nagyon szépen működik. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót, és használjátok bátran azt, ami az ati.amd.com-ról van, hogyha Atis videokártyátok van, mert így azt a teljesítményt ti tudjátok hozni, ami a videokártyában van. Még a Linuxon is. Sziasztok!